A tartományi képviselőház elnöke a húsvét hétfőre való tekintettel először meglocsolta a csomagosztáson megjelent hölgyeket, majd szétosztotta az összesen 24, főleg édességből álló ajándékcsomagot. A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, a feltámadás ünnepe, a szeretet, az öröm ünnepe. Én ezt az örömöt akartam és szerettem volna ma megosztani ezekkel a fiatalokkal, illetve a nagycsaládosokkal. A politikának kötelessége a jövőben, hogy világos harcot folytasson a szegénység ellen, és világos stratégiát dolgozzon ki ennek leküzdésére, vagy legalábbis enyhítésére, és valójában a nagycsaládosok helyzetét és helyét a társadalomban meg kell, hogy határozzuk és biztosítsuk, hiszen, ahogy mondtam már, jelképek mindnyájunk számára. A családok emellett egy élő nyulat is kaptak. Te egy gyönyörű nyuszikát kaptál, és mi volt még otthon az ajándékod? Hát, kaptunk egy papucsot, meg csokikat, meg még a tatától kaptunk smokit, meg édességet. Meg. És a nyuszinak lesz neve is? Igen. Meg van már a neve? Pici. Nagyon megörültek a lányok, még ennek az élő nyúlnak is. Szép. Még mindennek örülünk. Topolyán a népkonyha eddig 650 rászoruló számára biztosított tartós élelmiszert. Idén ez a szám 32-vel nőtt. Ez azt bizonyítja, hogy napról napra nő azoknak a száma, akik a létminimum határa alatt élnek.